Sziasztok, köszöntök mindenkit a Forza Motorsport Magyarország, illetve a világ bemutatója alkalmából, illusztris társaságban. Nem tudom, is a barátom, mint a Spin Zona hivatalos titulusod. Igen. Kisimi, Gamer Guru és Kis Norbi, akinek már mindenki gratulált az 5. Kamion Európa bajnoki címe megszerzéséhez. Egyébként Norbi lenne az egyetlen releváns ember egy ilyen bemutatóra, abszett. Mert körülbelül nem tudom, van még ilyen, aki versenyzett különböző márkakupákban, nem tudom, én azt a Suzuki Seat, szólj, ha kihagytam valamit, vagy valamit helytelenül mondtam, szimulátor, különböző VB-k és kamion szimulátor, és mindegyiket meg is nyerted. Voltak sikerek, igen. Szóval azért mondom, hogy te egy nagyon releváns illető lennél ebben a... Igen, valaki, aki kifújja az orrunkat. Ő az így jött. Meg a végét. Igen, a kontroller azért nem tudom, hogy most milyen arányban vannak itt közöttünk a kontroller zokogók és a kontroller elfogadók. Hát van a fél is. Én elfogadom a kontroller. Itt van a Team Controller kanapé, az meg a... A kontroller fét is. Ezért ültettek. Most már mindent értek. Jó van. Csak a kormány. A szimulátor, ezért versenyzés az igen. De most ugye ezt fogunk csinálni, hiszen a Motorsport 8, ez most világpremier? Most szerintem igen. A játék, persze. Hát most töltöttünk, még Pistával konzultáltunk tegnap, hogy úristen, hogy igazából valószínűleg nem lassan jön, hanem rengeteg a giga. Nem, mert 138 gigabyte-nyi a cucc, szóval azért tetemes helyet bitorol a merevlemezen, viszont érdemes. Az előző sem volt sokkal kevesebb. De... Nem azon, mert elfér az Xboxon. Elfér az Xboxon, de az eltartott. Te boxon játszol, vagy PC-n? Nem, én Xboxon játszok. Én PC-ről lejöttem, mert túl sok pénzbe. De én nagyon szeretem a cross-platform játékokat. PC meg Xbox között, ugye a Microsoft meg ebben elég erős, úgyhogy én nem félek ettől. Sőt, fogunk még megjátszani a Norbival, már egyszer felnövök az ő szintjéhez. De én nagyon bírom. Csak túl sokba került nekem a PC már egy idő után, és időm meg annyi nincsen, hogy nagyon sokat játszak, ezért én átpártoltam konzolra. Imi az igazi gurú. Bocs, igen? Hogy szerencsére ez a játék egyébként fut PC-n is kiválóan. Én ugye abszolút PC gamer vagyok, és tegnap mondjuk első próbálkozásra gigabyte-ok rajtam is kifogtak, úgyhogy el kellett menjek vásárolni egy SSD-t a számítógépembe, mert elfogyott a hely. De aztán utána letöltöttem is, és egyébként nagyon simán futott PC-n is nekem, úgyhogy egy pár tényleg hasít húzol? És hát ugye, mivel a Microsoft játék, azért Game Pass-ban is benne van rögtön, tehát igen. Aki nem veszi meg a játékot, de van előfizetése, az is tudja nyomni. Úgy van. Így akkor a PC és gamer guru, hogy ő arra nevezetes, hát most az utóbbi pillanatokban arról lett itt a szűk körünkben nevezetes, hogy még a kamerát is tudja állítani. Készségszinten. Fotómódban, és de engem az érdekelne, el tudnád-e magyarázni, olvastam interjút a készítőkkel, hogy hát itt most azok a nagy dolgok, hogy ugyan ez egy nagyon látványos játék volt világ életében a Forza, és arról szólt, hogy a látvány, de hogy most a fizikára is egy kicsit rágyújtak, hogy ami hat motor, nem tudom mi a motor, nyilván valami számítógépes izé, és hogy a defekt az annyira patentül van lemodellezve, hogy... Nem, a gumikopás. Gumikopás. A gumikopás. Nem, azt hiszem, hogy csak te készültél. A gumikopás, ami nem, figyelj, nagyon, én megmondom őszintén, a 6-osban, 7-esben szerintem gatya volt. Mert amikor elkopott a gumi, akkor így kopott el a gumi, és azonnal pörögtél mindez a bizonyos a laborba. De itt, ahogy én játszottam, így azért elég szépen kenődik az autó, és már amennyire lehet megközelíti. Ez egy óriási probléma a szimulátoroknál, vagy hát szimulátoroknál, ezeknél az átmeneti játékoknál, erről már még térjünk ki. Nyilván játszottunk másokkal is, de tök jó, hogy ezt most már így kifogdosták, mert ez egy ismert dolog volt. Ahogy Horizonban egyszerre csak nem progresszív motor. Hát figyelj, úgy volt, hogy befutott sárgába, pirosba, és onnantól kezdve nem tudta elfordulni, és a való világban azért ez nagyon nem így van. A Horizon az egy... Az más. Hétvégi játékosok. Végzel, 200-al vered ki a villanyoszlopot, azt tovább mész, és... Na. Ez meg ugye a szimulátoros közösségnek szóló Forza. Igazából szerintem abban megegyezhetünk, hogy ez azért több, mint egy árkád játék, de még a versenyszimulátoroknál nincs ott.
De igen, nem is az a célja. De én pont ezért szeretem, mert én nekem 5-10 percem van, egy órán max 2, jó néha este 8, mikor már mindenki elaludt leülni játszani, és nekem az, hogy csinálok egy lobbit, behívom a haverokat, és szórakozunk, az engem feltölt. Szimulátoroztam én is kemény szimulátorokkal, amikkel a Norbis minden, nekem az nagyon időigényes, nagyon bele kell menni, hosszúak a versenyek, nem tudsz annyira változatosságot, imádom, szeretem azt is, de ez a szórakoztatás, és szórakozásnak szerintem a motorsport, a 7-es, 8-as, az egész széria kitűnő. Licenszelt autók vannak, ezerféleképpen tudod megváltoztatni. Most már egy picit eltolódott inkább szimulátorvonalba, mint amilyen arcade jellege volt eleinte. Én ezt nagyon bírom benne, és csinálom a saját kis liverieimet, rakom föl a kretén mindenféle dolgokat az autókra, én ezt szeretem. Pont ezért. Hogy sajtod az Xboxot? Fölvözilag a lakás melyik pontján? Hogy oldod ezt meg? Ez jó kérdés. Most jelen pillanatban a gyerekszobában van. Ugye? Mert? Ősi tanulság, Xboxnak gyerekszobában a helye. Azon az áron is, akár hogy a gyereknek kell, akkor egy rendes tévét venni. Van. Ott van rendes tévé, ezért igen, van ott az Xbox. Még pedig azért, mert hozzáférés szempontból a gyerek délelőtt iskolában van. Igen. Mert különben meg tudod, a nappaliban, hálószobában... Igen, ott jönnek, mennek az emberek, a gyerekszobában nagyon jó helye van, és én úgy gondolom, hogy ők is nagyon sokat játszanak. Horizonnal nagyon imádják a saját autóikat rakni össze, meg hát ezer lóerős izettákat csinálnak maguknak, ami nyilván egy őrület, de szoktunk együtt játszani a lányommal és a fiammal is split screenbe motorsportot. És teljesen jó. Teljesen jó. Apa, menjünk ezzel, menjünk azzal, és akkor megy mindenki tökön passzul, nyilván nem egy komoly dolog. Hogy az a jó a Horizonban, tehát ilyen gyerek sáslajárás, tehát vendéggyerekek, és be tudod őket küldeni, és a torony iránt menet, kész. Igen. A motorsport az egy kicsit az kemény már a gyerekeknek, mert körbe-körbe kell menni, de én mondom, én pont azért szeretem, mert rengeteg ismerősöm van, akikkel amúgy fizikailag nehéz találkozni, mert vagy külföldön élnek, vagy messze, vagy nem vagyunk egy városba, de én a Covid alatt kaptam rám úgy nagyon, ott rengeteget játszottunk, streameltünk is, meg csináltuk a lobbikát, és akkor tudod, akkor most legyen az, hogy csak 60-tól 65-ig gyártott, de maximum 100 lóerős öreg fospisztolyokkal menjünk, ilyen és ilyen vinyogva röhögtünk tényleg, de hogy ez mennyire nem megy, ezt nem viszed el, és nem tudnak utolni, és erre nagyon jó. Instant, nagyon gyorsan megvan minden, míg egy szimulátoron mondjuk órákig elszöszmetölsz, meg ott komolyan kell venni. Hát a Norbi azzal kezdte rögtön, hogy a holdjáték állítást az analóg karon, mert amúgy majd kormányunk fog vezetni, de azért az analóg karon a holdjáték állítás az fontos. Hát de mi mennyit lehet ezen? Én ideig sose jutok el. Lehet. Figyelj, például a motorbi elhúz lenni amúgy. Ezt akartam mondani, hogy ha, mert ugye értem én, hogy most itt vagyunk, mert minden, de azt mindenképpen hozzátenném, hogy nem egyszerű bekonfigolni a kormányt hozzá. Ugye nekem egy egyszerű G920-asom van, amit annó még a One-hoz vettem. Macerás. Én egy fél napot elszöszmötöltem vele, míg a kormányszög, a holtjáték, a befordulás, a gázpedál, a feedbacket, meg mindent. Tehát tudod, hogy 1000 millió paraméter van. Fú, te, azért megőszültem. Tegnap délután a Forma 1-et így néztem így a telefonomon, és közben bütykörésztem ezt. Mondjuk ez érdekesebb volt, mint a tegnap után, de mindegy. És azzal nagyon sok időt el lehet tölteni, úgyhogy megértem azt, aki gyorsan akar játszani ott a kontroller, mert ha csak úgy defaultból elkezdesz kormánnyal, akkor azt sem tudod, hogy merre van az előre. Az nem jó. Az megy olyan lépés a szimuláció felé, ami már egy csomó veszünk el. Egyébként én tegnap, amikor összeraktam magamnak, és föltelepítettem a játékot, meg minden, nekem ugye egy kicsit ilyen komolyabb kormányom van, ugye SimCube, ami kifejezetten ilyen hardcore szimulátorosoknak szánt kormány, és egyébként meglepően jól működött első, de egy opciót kellett átkattintani a kapásból, hogy ugye a force feedback invertálást, mert hogy először rossz irányba húzta a kormány, de először oldal irányba húzta a kormány, amikor ugye vissza kellett volna térjen középállásba, azt kellett kapcsolnom, igen, hogy forszűbe. Én áthoztam az az MS7-ből a beállításokat, és ott egy picit kellett módosítani, meg annyit kellett csinálni, hogy egy összehajtogatott kupac zoknit szoktam tenni a fékpedál alá, mert az pont akkora, igen, pont akkora, valaki radírgumit tesz, vagy teniszlabdát, én a zoknira.
szavazok. Szóval vannak ilyen házi tuningok. Meg könyveket rakok, ahogyha kicsit így üljek benne, tudod? Mert ha így ülsz, elfarad a bukát két óra után, de így, és akkor fekve. Két óra? Kinek van játszani is? Jó, hát éjszakát, vagy játszol, azért reggel nézd meg a szemem, olyan, mint a remote-i nyúlnak, így ébredek reggel.